Új falakon régi képeket mutat az Új Buda közterület felügyeletének igazgatója Füri István, a 11. kerület polgármesterének a Fraknó utcában található székhely új épület részének átadóján. A hivatal eddig csak a szomszédban működött, itt egy jótékonysági szervezet tevékenykedett közterület felügyelet épületét bővíteni kell, hiszen nőnek a feladatok, egyre több feladata van, és hát kinőtte azt az eredeti helységét, és hogy el tudja látni, és jó minőségben tudja ellátni a feladatát, ezért muszáj volt bővíteni az épület részt. Úgyhogy a dolgozók is újabb helyekkel, korszerűbb helyen végezhetik a munkát. Mostantól tárolók, raktárhelyiségek lesznek itt, ahova folyton gyarapodó iratokat, munkaruhákat, technikai eszközöket is el lehet majd rakni. A felújításra tehát azért volt szükség, mert a hivatal kinőtte magát. Míg 2011-ben alig 40-en dolgoztak itt, addig mostanra 63-ra bővült a létszám. Vannak olyan ö, dolgaink, ami állandó és hosszabb idő raktározást igényel, főleg iratok, peres ügyekhez ö, szükséges anyagok, amit hosszabb ideig kell tárolnunk, és folyamatosan gyűlnek, amíg egy-egy per le nem zárul, illetve ö, a szabásértésiek és sok minden olyan dolgok tartóik, amit eredetbe kell megőriznünk, amíg le nem zárul egy-egy ügy. Az egyik kis helyiségben az új budai polgárőrök is helyet kapnak. A felújítást a Budahold vállalkozás szervezési és szolgáltató Kft. végezte.